Köszöntöm a stúdióban Kurdi Viktort, a Bácsvíz ZRT elnök vezérigazgatóját. Jó estét kívánok! Ugye az előbb láttuk, hogy Áder János köztársaság elnök megtekintette az irányító központot, és ugye azt mondta, hogy az irányító központ mögött bácsvizes innováció, bácsvizes fifika van. Mi a novum ebben az irányító központban? Mi az, amitől más, mint a többi? Nagyon büszke vagyok a munkatársaimra, akik elmélyedtek ebben a tudásban és a rejtelmeiben, és hogy megtalálták azokat a lehetőségeket, technológiákat, amelyeket úgy tudunk alkalmazni a kecskeméti, ceglédi, kiskunfelegyházi vízhálózatokon, hogy az sokkal több információval látja el a szakembereket, mint a korábbi időszakban. Ezek azok az okos, intelligens nyomásmérési pontok, amelyek a hálózat különböző pontjain vannak, megfelelő sűrűséggel, megfelelő pontosságú adatot küldenek be, és így, hogyha van egy nagy átmérőjű csőtörés, akkor nagy eséllyel még hamarabb tudunk arról, hogy csőtörés vagy hiba keletkezett be, mintsem az első hiba bejelentést megkapjuk. Ez így elmondva egyszerűnek tűnik, talán ez a legérthetőbben kifejezhető módja, viszont emögött nagyon komoly technológiák vannak, nagyon komoly fejlesztés és integrációs folyamat. És ezzel ugye a veszteséget is csökkentjük, mert hogy ugye a csőtörést, amikor a fogyasztó észleli, akkor tudnak először beavatkozni, így viszont már hamarabb, tehát kevesebb víz folyik el. Így van, és a nem mellékes az sem, hogy a károkozás esélye is kisebb. Nagy átmérőjű csöveknél, nagy nyomásnál nagyon hirtelen épületek rongálódhatnak, meg anyagi kár, vagy akár egy emberi élet is veszélybe kerülhet, hogyha egy pince szinten lévő személy ott tartózkodik, ahova hirtelen nagy mennyiségű víz áramlik be. Úgyhogy ez sem mellékes. Hány ember vízellátás helyett felel a Bácsvíz? A Bácsvíz 58 településen működik, ahol 350 ezer ember él. Tehát ilyen sok ember élvezheti ennek az irányító központnak az előnyeit? Élvezheti az előnyeit, de ez inkább egyfajta megnyugvás, egyfajta üzembiztonságot jelent számukra, és azt gondolom, hogy az ügyfeleink jelentős része tisztában van ezekkel az értékekkel, és fontosnak is tartja üzembiztonságot is, a kiváló minőséget is, és hát ugye a harmadik dolog a megfizethetőség, azt is. Ugye az üzembiztonság az, amiről a köztársaság elnök is mondta, hogy az természetes, hogy megnyíljuk a csapot, és folyik a víz. Ez az üzembiztonság a fogyasztó oldaláról. Az üzembiztonság érdekében is komoly beruházásokat hajtottak végre az elmúlt években, az irányító központon kívül. Milyen beruházások voltak még? Ha laborra gondolok. Én is a laboratóriumra gondoltam, ami az üzembiztonság mellett egyfajta minőségi kontrollt is és minőségi támogatást is ad. És azt is gondolom, hogy bizalmi kérdés leginkább, hogy amikor a csap alá tesszük a poharat és megnyitjuk, akkor beleiszunk-e vagy nem. És ez a bizalom, ez nagyon nehezen, hosszú idő alatt épül fel, és nagyon-nagyon gyorsan tud szerte foszlani, hogyha ott olyan tapasztalataink vannak. Ezért is fontos, hogy olyan laborhátterünk legyen, műszerezettségi hátterünk legyen, amelyben a nap 24 órájában tudjuk azt a színvonalat nyújtani, amelyet elvárnak tőlünk a kedves felhasználóink. Úgyhogy nagyon örülök, hogy az új laboratóriumunk is jól működik. Jó döntés volt ennek a megépítése, már lassan 2 éve, hogy működik. De nagyon sok egyéb más területen is gondolkodunk a fejlesztésekben. Most az egyik talán nem olyan nagy horderejű dolog, mint egy épület, de januártól működik a Bácsvíz első szoftverrobotja, amely az ügyfélszolgálati területen végez olyan munkát, olyan tömeges adatoknak a feldolgozását, amelyet egy robot mondjuk 5-6-8 emberóra munkát tud megcsinálni 15-20 perc alatt. És ez is a hatékonyság növelésnek egy komoly lépcsőfoka, és még vannak ötleteink arra, hogy ezt a technológiát is majd hol fogjuk bevetni a cégünknél. És ugye, ami még komoly feladat, az ugye a csővezetéknek a minőségeinek a javítása, cseréje. Hol tartunk ebben? Mekkora hordaélő feladat ez? Elnök úr nagyon őszintén és a szakma számára is nagyon elismerhető módon fogalmazott, amikor azt mondta, hogy körmünkre fog égni a munka. Én úgy gondolom, gyakorló vízművesként, hogy komoly lemaradásunk van. Az utóbbi években nem tudtuk se a Bácsvíz, se más vízművek szerte az országban előteremteni azokat a forrásokat, amelyekkel a csőcseréket ütemezetten és megfelelő léptékben meg lehessen valósítani. Ez a munka feltorlódott, és ahogy elnök úr is fogalmazott, szerintem a következő kormány egyik fontos szektorunkat érintő
akcióterve lesz majd az, hogy meghatározzák, hogy a következő években, akár 10-15 éves időtartamban milyen ütemezéssel és milyen pénzből fog megvalósulni az aszbeszt-cement csöveknek a rekonstrukciója, illetve azon egyéb vizes, szennyvíztisztítással vagy csatornázással kapcsolatos műveknek a rekonstrukciója, amelyekre szükség van. A csővezeték állapotát ismerve az utolsó pillanatban vagyunk? Utolsó pillanatban és bizonyos területeken az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Csak mivel ezek el vannak temetve ezek a csövek, tehát nem láthatóak, nem látjuk őket nap mint nap, így ezért nincs is olyan pontos naprakész információnk arról, hogy azok is öregednek. Pedig lent a földben, a talajban érik különböző hatások. A forgalomtól jöhet a dinamikus hatás, a talajmozgásoktól jöhet egy hatás, a talajvízszint változásából, a talajnedvesség tartalmából adódóan jönnek olyan hatások, amelyek bizony mozgatják ezeket a csöveket, szivárgáshoz, repedéshez és adott esetben csőtöréshez vezetnek. Mindig akkor találkozunk vele a problémával, amikor felszínre tör a víz. És akkor ugye már sokszor késő, de meg kell javítani, a szolgáltatást helyre kell állítani. A csövek jó része elérte az élettartamának a várható, számított élettartamának a végét, ez főként az aszbeszt-cement csövekre vonatkozik, amelyeknek a kicserélése aktuális és napi feladat. Tehát ne várjuk meg a csőtöréseket. Ne várjuk meg, és ezáltal tudunk takarékoskodni is, energiával is, és a vízkészletekkel is. Korábban úgy fogalmazta meg mindenki a vízveszteségeket elsősorban, hogy milyen sok villamos energia kellett hozzá, hogy kiemeljük a vizet, vegyszer kellett hozzá, hogy megtisztítsuk, stb. És utolsó volt az, hogy ja igen, és maga a víz, mint érték, amit kiszivattyúzunk a földből, ja az is eltűnt, és nem oda került, ahova szerettük volna, hogy történjen. Elnök úr már úgy fogalmaz második helyen, hogy maga az ivóvíz, mint vízkészlet, mint érték is veszteségként azonosítható, és nagyon fontos, hogy ezt is kevesebbet használjuk. Igen, és azért is fontos a vízkészlet, mint értéknek a megtartása, mert ugye, ahogy látjuk, egyre inkább asszályosabb időszakok vannak mögöttünk, és ugye ami ivóvízünk, az a talajból származik. Van elég víz a talajban? Tehát biztosította az ivóvízellátásunk? Kecskeméten és környékén van elegendő ivóvíz a talajban, mélységi rétegvizeink vannak, 200-300-400 méter mély kútjaink is vannak, ezeket mi rendszeresen monitorozzuk, és azt gondoljuk, hogy az utánpótlódás az megfelelő arra, hogy a város vízigényeit hosszú távon kielégítse. Polgármester asszony is utalt rá, hogy a város dinamikusan fejlődik, egyre több lakossági igény jelenik meg, ipari igény jelenik meg. Úgy gondolom, hogy ezeknek a mennyiségi kielégítésével nem lesz probléma. Viszont a csővezetékek kiépítésével a fogyasztási pontig, azzal lehet probléma, mert per pillanat nem látszódnak azok a források, amelyekkel ez megvalósítható. A Bácsvíznek van a Duna partján is vízbázisa, ez parti szűrési vízbázis Tason van. Ott viszont már megfigyeltük azt, hogy amikor a dunai kis víz van, aszályos időszakban nagyon kevés víz van a Dunában, és mondjuk ez együtt jár egy kánikulai időjárással, amikor a lakosságnak még nagy a vízigénye, akkor épp hogy a határon tudtunk tavaly is működni és vizet adni a fogyasztóknak. Tehát ezek intőjelek arra, hogy a meglévő vízkészleteket, vízbázisokat felelősen, okosan és takarékosan használjuk fel. Ez a legjobb végszó, okosan és takarékosan. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.